A járvány hatására megváltozott tárgyi világ egyik emblematikus tárgya, a szájmaszk, aminek a hétköznapi viselete nem annyira jellemző a mi kultúránkban, azonban egyes ázsiai országokban igen elterjedt, így például Tajvanon is, ahonnan a mi családi szájmaszk készletünk származik. Egy évvel ezelőtt vásároltuk őket, amikor néhány hónapot eltölthettünk a Szigetországban. Ezek textilből készült, kétrétegű, mosható maszkok a család minden tagja számára. Így néznek ki, megmutatom. Egy a család fő részére, egy nekem, egy pedig a család legkisebb tagja számára. Számomra ezek a maszkok azt a markáns prevenciókultúrát jelképezik, amit mi is megtapasztalhattunk Tajvanon, és aminek köszönhetően Tajvan ma koronavírus elleni küzdelem és védelem élén jár, de hogy miből is áll ez a prevenció, hát főként egy nagyon fejlett egészségügyi ellátórendszerből és egy nagyon jól működő járványvédelmi rendszerből, illetve egy állandó készenlétből, aminek a részei ezek a maszkok. Így például a tömegközlekedési eszközökön számtalanszor olvashattuk azt a feliratot, hogy a vírusnak a munkaideje nem jár le, ezért hordjon maszkot. Az ottaniak pedig ezt nagyon komolyan veszik, betegség, vagy főleg járvány, influenza járvány idején hordják a maszkjaikat. Ez a kultúrába mélyen beivódott megelőzés a 2003-as SARS járványnak köszönhető, amiből Tajvan nagyon-nagyon sokat tanult, és számomra a kérdés az, hogy a mi kultúránkban vajon milyen lenyomatokat, milyen hatásokat hagy majd maga után a jelenlegi helyzet. De ami a Néprajzi Múzeum munkatársait illeti, számukra sem idegen a szájmaszk használata, ugyanis a por és különböző kémiai anyagoknak a kivétése véget, ilyen típusú maszkokat hordunk a munkánk során. De ennél vannak sokkal érdekesebb maszkok is a múzeum raktárjaiban, olyan tárgyak, amelyek a testet, az arcot elválasztják a külvilágtól különböző mértékben és különböző módokon, sőt időnként még a viselőjük identitását is átváltoztatják. Arra kértem a kollégákat, hogy mutassanak be ezek közül néhányat, és meséljék el, hogy mit is tudnak ezek a tárgyak. Ez a tárgy 2006-ban a műanyag kiállításhoz kapcsolódóan került hozzánk, egy budapesti biciklis futár teljes öltözetének részeként. Most a tárgyegyüttesből kiragadva csupán a védőmaszkról szeretnék pár gondolatot megosztani. Az ilyen és ehhez hasonló védőmaszkok már korábban beépültek a biciklis futárok, illetve más gyakran bicikliző emberek mindennapi használati tárgyai közé, hiszen a nagy légszennyezettség miatt szükség van arra, hogy az egészségüket ezzel is védjék. Tehát ezek a maszkok egy egészségmegőrző, preventív funkciót látnak el. Ezen a példán keresztül szerintem jól megragadható az a folyamat, aminek napjainkban részesei vagyunk. Bár másokból, de tömegek kezdtek el maszkokat használni a mindennapi életük során, így egyrészt ezek a maszkok a hétköznap megszokott tárgyaivá válnak, illetve a hétköznapi öltözet részévé válnak. A kérdés csak az, hogy ezek a tárgyak egy átmeneti korszak szimbólumai lesznek a jövőben, vagy hosszú időre velünk maradnak. Sziasztok! Hajdó Ágnes vagyok, a Halászatgyűjtemény és a Gyűjtögetésgyűjtemény muzeológusa. Mivel még egy muzeológus sem tud itthonról a műtárgyakkal közvetlenül dolgozni, ezért ez a videóhoz meg kellett keresnem a háztartásunkban azt a tárgyat, amely a legjobban hasonlít funkcióját tekintve arra a két tárgyra, amelyről beszélni szeretnék, ez pedig nem más, mint egy szúnyoghálós függőágy, amelyet használat közben tekinthettek meg. A két tárgy, amelyet szeretnék bemutatni, a gyűjtögetés gyűjtemény egyetlen méhészálarca, amelyet Hofer Tamás gyűjtött 1953-ban a Somogy megyei Zala településen, a másik pedig egy szúnyoghálós kapison, kapucni vagy csukja, amelyet Barátosi Balogh Benedek gyűjtött 1912-ben, amikor Észak-Nyugat-Szibériában a Váska folyó mentén lakó komiknál járt gyűjtőúton, akiktől mintegy 400 darab viseletdarabot, ékszert, halászati és vadászati eszköz gyűjtött köztük, ezt a kapison. A két tárgy kialakítása meglepően hasonló, mindkettő
egy-egy a viselőjük fejét és vállát takaró textilrészből, és egy az arc előtti részt védő hálóból, dróthálóból áll, mind a kettő házi készítmény. A két tárgy azonban különbözik abban, hogy míg a méhészálarcot akkor viselték, amikor valaki szándékosan közelítette meg a rovarokat, ebben az esetben a méheket, éppen velük dolgozott, a kapisom feltehetőleg a kiterjedt folyóvidék mentén tobzódó szúnyogok elleni védelem eszközeként használták.